Egy tél sem múlik el anélkül, hogy ne legyen olyan időszak, amikor a folyamatos havazás valamelyest ne bénítaná meg Nyíregyháza közlekedését. Ehhez olykor viharos széllökések is társulnak, emiatt pedig az utakon, járdákon, valamint a közterületeken is kialakulhatnak nagyméretű hótorlaszok. Az ilyen viszontagságos helyzetekre készült fel az elmúlt hetekben a Nyírvévén Nonprofit Kft., ahol több mint 100 főállású dolgozó több vállalkozóval kiegészülve végzi a hóeltakarítási munkálatokat a kritikus időszakban. De elsősorban felkészítettük a gépeket és a személyi állományunkat a hóhelyzetre, illetve a téli útüzemeltetési feladatok ellátására. Ez egy műszaki felkészítést, illetve egy munkavédelmi, balesetvédelmi oktatást jelentett. Rendelkezünk egy hószolgálati utasítással, ami a jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján meghatározza a tevékenységünket. Felállt a 24 órás szolgálatunk, ez azt jelenti, hogy bármilyen időszakban az időjárási körülmények indokolják, azonnal ki tudunk vonulni. A téli hóeltakarítási munkálat kiterjed mintegy 280 km hosszúságú szilárd és több mint 300 km-nyi burkolatlan útra, mintegy 50 km-nyi kerékpárútra, több ezer parkolóra, a buszöblökre és a társaság kezelésében lévő járdákra. A Nyírvévé rendelkezésére áll mintegy 800 tonna só, 150 tonna fűrészporos sókeverék, valamint 300 tonna folyami homok. 17 darab nagy teljesítményű tolószóró berendezés áll rendelkezésünkre, illetve 18 egyéb gépjármű, mind-mind különböző feladatok ellátására rendeltetésszerűen lehet őket alkalmazni. Gyakorlatilag bárhol bevethetőek az utaktól, a járdákon, kerékpárutakon keresztül. A belvárosi járdák, sétautak, valamint térburkolatok hótolási feladatait kommunális kisgépek és tolószóró járdatraktorok végzik majd, kis teherautók dolgoznak a kézi hóeltakarítás munkálataiban. A forgalmat akadályozó kidőlt fákat, valamint leszakadó ágakat pedig egy szolgálati jármű segítségével tudják eltakarítani.